We just had our yearly summer camp in Denmark. Nemrég éppen most volt az éves nyári táborunk Dániába. It was amazing. The Lord was so good to us. És annyira csodálatos volt, olyan jó volt hozzánk az Úr. And he gave me a message for this camp. És adott egy üzenetet erre a táborra nézve. And normally I'm a preacher that will only preach the message I've received one time. Általában, amikor kapok egy üzenetet, akkor ezt az üzenetet csak azon az egy alkalmon szoktam elprédikálni. So I actually never tried to use the same message again. De most ugyanazt az üzenetet megpróbálom újra elmondani. But I think this message is for the season we're in now. És úgy hiszem, hogy ez az üzenet ez erre az időszakra vonatkozik, amiben vagyunk benne most. So I would like to share with you what he handed me. Úgyhogy szeretném megosztani veletek azt, amit adott nekem. I will take you into a little kind of Bible story lesson, but I hope you will between the lines hear what I'm saying also. Egy ilyen bibliai történetet szeretnék megosztani veletek. Lehet, hogy olyan lesz, mint hogyha egy ilyen történeten mennénk keresztül, de hiszem, hogy a sorok között azért meg fogjátok hallani azt az üzenetet, amit szeretnék átadni. So let's start. Úgyhogy kezdjük el. One of the big characters in the Bible is Joseph. Az egyik ilyen nagy karakter a Bibliában József. Then we go a little back in the history. So Joseph, he was a young boy. József egy fiatal fiú volt, visszamegyünk egy kicsit a történelembe. Just like many others in his time. Sokan úgy mások is az ő idejében. Is actually several thousand of years ago. Ugye sok ezer évvel ezelőtt volt ez. So his way of living was very different from ours. Úgyhogy ahogyan ő élt, az egészen más volt, mint ahogy mi élünk most. But he believed in the same God. De ő ugyanabba az Istenbe hitt. His family was nomads, they lived in tents. Nomádok voltak, a családja nomád volt és sátrakban laktak. And their way of living was they were shepherding. They had shepherds. És ugye pásztorok voltak, ebből éltek. And I was just thinking their way of transportation, it was not nice cars or trains or buses. És azon gondolkodtam, hogy az ő ilyen tömegközlekedésük az nem ilyen gyönyörű autók, meg buszok, meg hasonlók lettek volna. No Porsche or Ferrari there. Nem volt se Porsche, se Ferrari akkor még. But the cool camels. De voltak ilyen nagyon király, nagyon nagyon laza tevék. And stubborn donkeys. Ja, és akkor voltak ilyen makacs szamarak. At that time it was also common that you have a lot of kids. És ebben az időben igen elterjedt volt, hogy nagyon sok gyermeked volt. So Joseph, he had 11 brothers. Úgyhogy Józsefnek volt 11 testvére. You know at the time you are not mentioning the girls, so we will just talk about the brothers. Tudjátok, hogy itt csak a fiú testvérekről volt szó, hogy a lány testvéreket nem is nagyon szokták megemlíteni. Covenant. I like that he changed that in our covenant. Örülök, hogy ez a mi szövetségünkben ez megváltozott. Yeah. Then now we are equal, but at that time. Most már egyenlőek vagyunk, de abban az időben ez nem így volt. But he was his father's favorite. De mégis ő volt az apjának a kedvence. And he had 11 brothers who was jealous at him. És volt 11 testvére, akik meg féltékenyek voltak rá. You know, you little boy, oh, you get everything you point at. És mondták neki, hogy persze, te vagy a kicsi, te megkapsz mindent, amire csak rámutatsz. He got the newest, coolest camel and. Neki volt a legújabb, a legkirályabb tevéje. A nice long rope and. És szép hosszú ruhája. And now he also started dreaming. És most már még el is kezdett álmodni. And he was dreaming that his family was bending before him. És azt álmodta, hogy az ő családja meghajol előtte. And he also had a big mouth, so he was sharing it widely. És még egy nagy szája is volt, és megosztotta mindenkivel. And one day his brothers was out taking care of the sheep. Egyik nap a testvérei kint voltak a mezőkön, és gondjukat viselték a bárányoknak. And of course he was at home with his father, just relaxing or whatever, I don't know. És persze József otthon volt az apjával, csak relaxált, csak nem tudom, valamit. But his father said to him, please go and see what your brothers are doing. De az apja azt mondta, hogy kérlek, menjél és nézd meg, hogy mit csinálnak a bátyáid. And then they saw him in the distance. És amikor őt meglátták távolról, and agreed to take care of him. Megegyeztek, hogy idézőjelben majd jól gondját viselik. This little dreamer. Ennek a kis álmodozónak. When he came, they took him and they dropped him into a big hole. És amikor megérkezett, akkor megfogták és egy mély gödörbe, egy kútba dobták. He could just die there. Hogy ott nyugodtan meghalhat. But then they regretted and they picked him up and sold him as a slave. De utána megbánták ezt és kiemelték onnan és inkább eladták szolgának. And that's his way to Egypt. És így került ő Egyiptomba. But let's use our imagination. De egy kicsit használjuk a képzelőerőnket. And just being in Joseph's place.
Képzeljük magunkat bele Józsefnek a helyébe. Father's favorite. Az apjának a kedvence. His nice way of living, clothes, camels, whatever, coolest jó, tent. Jó élete volt, hűvös sátor, teve, mindene megvolt. Fun with the friends and whatever. Jól érezhette magát a barátaival, vagy bármi. And now suddenly a slave in Egypt. És most hirtelen egy szolgaként találja magát Egyiptomban. That's for sure going down. Az biztos, hogy ez egy lefele menő út. What about his former life, his dreams, his God-given dreams actually? Mi a helyzet az ő korábbi életével, és mi a helyzet azokkal az Istentől kapott álmokkal, amit ő korábban látott? And when he arrived Egypt, és amikor megérkezett Egyiptomba, he was sold to another man. Eladták egy másik embernek. The chief guard of the king in Egypt. Az egyiptomi királynak a fő testőrének. For us to see was not going that good. A számunkra ez úgy tűnik, hogy hát nem valami jól megy a sora. But now something supernatural happened. De most valami természet fölötti történik. A miracle happened. Egy csoda történik. It says in the Bible in Genesis 39:2. A 1 Mózes 39:2-ben. I'll read it while you find it. Azt mondja. And the Lord was with Joseph. Az Úr Józseffel volt. And he became a successful man. És egy sikeres emberré vált. Serving in the household of his Egyptian master. És az ő egyiptomi mesterének a háztartásában szolgált. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him a success in everything he did. És a hármas vers, látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent áldottá tesz az ő kezében. It was visible. Látható volt, that the Lord was with Joseph. Hogy az Úr Józseffel volt. He saw it. Ő látta. And that's amazing, that's hallelujah. Ez csodálatos, hallelujah. And because of that, és emiatt, it says also in the following verses, a következő versekben azt mondja, that this chief guard Potiphar put him in charge of his household and he entrusted him to his care everything he owned. Hogy ez a Potifár, ez a vezető testőr az egész háza fölött gondviselővé tette, mindenét rábízta. And from that moment it says the Lord blessed the households of the Egyptian because of David. És azt mondja Isten ígéje, hogy innentől kezdve az Úr megáldott ennek az egyiptominak az életét, a házát József miatt. And let's just take a little break again. Úgyhogy csak egy kicsit tegyünk egy kis szünetet ebben a történetben. Joseph, he had faith in God. Józsefnek volt hite Istenben. He believed God. Ő hitt Istenben. He trusted God. Megbízott Istenben. He holds on to God. És ő ragaszkodott Istenhez. Regardless of disappointments. A csalódásoktól függetlenül. I think there's been a lot of disappointments. Azt hiszem, hogy volt nagyon sok csalódása. Challenges and problems and whatever. Kihívások, problémák, bármi. His eyes was fixed on God. De a szemeit Istenre szegezte. He went from slave to being a chief in the house, in a very big household. És onnan, hogy ő egy szolga volt, a vezetője lett ennek az egész nagy háztartásnak, ami elég nagy volt. And it was in a short time, and it was seen. Rövid idő alatt történt ez, és látható módon történt ez. That's called the blessing in my way, in my heart, in my mind. Ez az én elmémben, az én szívemben ez áldás jelent. Or in this scripture, it's said like this. The Lord was with Joseph. Ebben az igében ugye azt olvastuk, hogy az Úr Józseffel volt, ő vele volt. Now again everything was good. Most újra megint jó lett minden. Of course he was missing his father, not his brothers, I think. Persze hiányzott neki az apja, lehet, hogy nem a testvérei. But wow, from the life of a slave, it was not bad when God was with him. De még így is, hogy szolga volt, nem volt rossz az élete, mert Isten vele volt. And actually, if we go to our covenant, we can just take a short look at Matthew 1:23. És hogyha a mi szövetségünkhöz megyünk, a Máté 1:23-ra. Just in a, you know, this zárójelbe. I don't know what zárójelbe. In parentheses. No, whatever. I don't know. I would never know. Behold, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Máté, which 1, means 23. God with us. Íme szűz fogan a méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten.
Hallelujah, God is with you. Hallelujah, Isten veled van. And we just saw how God was with Joseph and what happened. És azt láttuk, hogy Isten Józseffel volt, és hogy mi történt. Now everything is good. Most már minden jó. But. De. What is it in? De. 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 Yeah. De. Good. God, he never promised us a life without challenges. Isten soha nem ígért nekünk egy olyan életet, amiben nem lesznek kihívások. But that he'll be with us. De azt megígérte, hogy ő velünk lesz. So it didn't stop here. Úgyhogy nem lett vége így még a történetnek. The wife of his boss. A főnökének a felesége. She wanted to sleep with him. She kept on running after him. Vele akart aludni, folyamatosan szaladgált utána. He rejected her because he wanted to be good in front of God. És ő elutasította, mert hogy tiszta akart maradni és jó akart maradni Isten előtt. And she got so angry. És ő nagyon mérges lett a feleség. And now he was accused for what she was doing. És most azzal vádolták meg őt, amit a feleség csinált vele. The boss of the house, he came home. Hazajött a háznak az ura. And he was only listening to the wife. És csak a feleségre hallgatott. And Joseph, he ended up in jail. És József börtönbe került. In Denmark we have very nice jails. Dániában nagyon szép börtönök vannak. In my opinion, it's too nice. Az én véleményem az, hogy túlságosan is szépek. Too cozy. Hogy őszinte legyek. But this jail. De ez a börtön. It was a dark pit. Ez egy sötét lyuk volt. Rats and chains and patkányok és láncok voltak. And strict guards. És nagyon szigorú őrök. No human rights in this place. Nem voltak emberi jogok ezen a helyen. For sure again, Joseph, he was going down. Az biztos, hogy megint József élete megint ment lefele. And we put ourselves in his place. És hogyha magunkat az ő helyébe helyezzük. So even in prison, Genesis 39:21. A 1 Mózes 39:21. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. De az Úr Józseffel volt, és kiterjeszté rá az ő kegyelmességét, és kedvessé tevé őt a tömlöc tartó előtt. It happened again. Újra megtörtént. What's the chance? I mean, if I think mentally. Hogyha belegondolunk, milyen esélye volt ennek? That a prisoner in a short time. Hogy egy tömlöc tartó egy börtönőr előtt nagyon rövid idő alatt found favor with the chief of this prison. Kedvességet találjon így a börtönőrök főnöke előtt. That's not just a good story. Ez nem csak egy jó történet. It's the heart of God. Hanem ez Istennek a szíve. It's God's plan. Ez Istennek a terve. To fulfill what he's been speaking and revealing. Hogy beteljesítse azt, amiről ő korábban beszélt, amit korábban felfedett a számára. And we read the next two verses. So the warden put Joseph in charge of all those held in prison, and he was made responsible for all that he has done, what was done there. A következő két verset olvassuk még fel, és a tömlöc tartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlöcben voltak, József kezébe adá, úgyhogy ami ott történik vala, minden ő általa történik. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. És semmi gondja nem volt a tömlöc tartónak azokra, amelyek a keze alatt valának, mivel hogy az Úr Józseffel volt, és valamit cselekszik vala, az Úr áldottá tette azt. God was with Joseph. Isten Józseffel volt. God is with you. És Isten veled is van. He turned it completely around. És minden teljesen átformált. A main point for Joseph's life. És egy nagy dolog Józsefnek az életében. No matter what came his way. Mindegy, hogy mi jött az ő útjába. Just or unjust. Igazság vagy igazságtalanság. He didn't turn his back to God. Nem fordított hátat Istennek. Actually more like the opposite. Sőt, annál inkább. He even was more focused, I believe. Én azt hiszem, hogy még inkább rá fókuszált. When the Lord is with me or you or with Joseph. Amikor az Úr velem van, vagy veletek van, vagy ahogy Józseffel is volt. It's not essential if you are in a desert. Ez nem alapvető például, hogyha egy sivatagban vagy. In a prison. Egy börtönben vagy. Lost your job. Vagy elveszítetted a munkádat. Got sick or whatever. Beteg lettél, vagy bármi. Well, Joseph, he was in the prison, and two of the king's servants was in the jail too. They came there. Ő nem volt ott egyedül, ugye, amikor a börtönben volt, akkor a királynak két másik szolgája is börtönbe került. Both of them had a dream. Mind a kettőknek volt egy álma.
And the Holy Spirit led Joseph to interpret it. És a Szent Szellem megengedte Józsefnek, hogy ezeket megmagyarázza. One of them came back into service. Hogy az egyikük vissza fog állni a szolgálatába, a helyére. And one of them was a másiknak meg And Joseph said to them, remember me as he was revealing this dream to them, remember me when you come József back. És József azt mondta nekik, hogy azért emlékezzél meg rólam, amikor visszakerülsz a helyedre. 2 years went by. 2 év eltelt. 2 more years in a prison. Még 2 évet töltött, I mean, ugye, a börtönben. He was in charge of it, but still he was in this little place, you know, surrounded. Persze, ő volt ott a főnök, de akkor is csak ezen a kis zárt helyen volt, és csak ott lehetett. Then King Pharaoh, the king of the nation, had a dream. Aztán a fáraónak, az ottani királynak is volt egy álma. And no one could interpret it. És senki nem tudta megmagyarázni, lefordítani, hogy and ez mit jelent. And now this servant, it came to his mind, oh, Joseph. És ekkor jutott ennek a szolgának az eszébe, ó, ott van József. Joseph from the prison. József a börtönből. And then he told the king. És akkor elmesélte a királynak. So I think he was cut his hair and nice clothes and whatever. És levágták a haját, adtak rá szép ruhákat, meg and minden. And then he came there and actually again he revealed the king's dreams by the Holy Spirit. És akkor odajött a fáraóhoz és megjelentette az ő álmát. God had shown this king about the next 14 years. És Isten megmutatott ennek a királynak dolgokat a következő 40 évről. He didn't understand it, but Joseph ő nem értette, de József segített neki, megmagyarázta ezt az álomnak a jelentését. Lehet, hogy 14 évről volt csak szó, hogy 7 jó év lesz, és utána 7 rossz év lesz, és éhség fog következni. Prepare. És hogy készülj fel. And now something happens again. És most megint történik valami. In the way of in God's plan and purpose. Ahogy Istennek a tervében voltak ezek a dolgok. Genesis 41:39. Mózes 41:39. Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. És mondta a fáraó Józsefnek, mivel hogy Isten mindezeket neked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. You shall be in charge of my palace and all my people. And to submit are to submit to your orders only with respect to the throne will I be greater than you. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyi szék tesz engem náladnál nagyobbá. Joseph, he became Viktor Orbán at this time. József Orbán Viktorrá vált ebben az időben. Nothing. I didn't mean anything about it. Nem, semmi rosszat nem akartam ezzel mondani. Prime Minister of Egypt. Miniszterelnöke lett Egyiptomnak. All of his dreams as a young spoiled boy. Mindazok az álmok ez a elkényeztetett fiatal fiúnak. It was put together. Most végre összeállt. Just like an orchestra, God was orchestrating it together. Pontosan mint egy karmester, Isten össze rendezte ezt az egészet, mint egy hatalmas karmester. And because of what God told the king, all the world, it says, it was coming to Egypt to buy food. És azt mondja a Biblia, hogy amiatt, amit Isten megjelentett és József lefordította, ezért az egész világ Egyiptomhoz jött. Including Joseph's brothers. Még Józsefnek a testvérei is. And then a lot of stuff happens. Ugye sok minden történik. But the main point is that Joseph's family, a family of 70. De a lényeg az, hogy hogy Józsefnek a családja egy 70 fős család. They came to Egypt invited by the king. Eljöttek Egyiptomba a király meghívására. And during the time he was on the throne, it was so good for these people called Israel by now. És amikor ez a király trónolt, addig ennek a népcsoportnak, akit azóta ugye Izraelnek neveztek, nekik nagyon jó soruk volt. But as new kings came to the throne, they changed the situation for them. De ahogy egy új király ült a trónra, teljesen megváltozott a helyzetük újra. God's people became slaves for 400 years. Istennek a népe szolgasorba került 400 éven keresztül. And meanwhile they grew from 70 to 600,000 people. És ez idő alatt a 70 főből 600 ezer emberre nőtt az ő családjuk. And the people start crying after God. They called upon the Lord. És az emberek elkezdtek felkiáltani Istenhez, és segítségül hívták Istent. And it was prophesied that day will come.
És meg volt profétálva, hogy majd eljön az a nap, a deliverer will be born, amikor egy szabadító fog születni. Moses. Mózes. Yeah. He has his completely own testimony. Neki megvan a teljes bizonysága. He was born and at that time the ruling king heard about it. Abban az időben született, és az uralkodó király hallott róla. A deliverer is born among the Israelites. Hogy meg fog születni közöttük ez a szabadító az Izrael népe között. And his reaction was killing every boy under 2 years old. És az ő reakciója az volt, hogy minden 2 éves és annál fiatalabb gyereket meg kellett ölni. But Moses' parents hit him and put him into a basket and out on the Nile of river of Nile. És Mózesnek a szülei ugye rejtegették őt, és egy kosárba helyezték, és a Nílusnak a vízére helyezték. And I think kind of by the humor of God. És azt gondolom, hogy hát egy kicsit itt érződik Istennek a humora. The sister of the king found him and took him. Hogy pont a fáraónak a testvére megtalálta, és magához vette. And that's how he was going to be raised as a king. És így nevelték fel a királyi családba, mint hogyha a családnak a tagja lett volna. Again a part of God's preparation. He need to be prepared for this great assignment. Megint azt látjuk, hogy Isten ugye felkészíti az ő emberét erre a hatalmas küldetésre. Because how can a deliverer think? Mert hogyan kellene egy ilyen szabadítónak gondolkodnia? As a slave or as a king? Mint egy szolga vagy mint egy király? As one seeing limitations? Úgy mint valaki, aki a korlátokat látja? Or as one without limits? Vagy úgy mint valaki, aki korlátok nélkül van? Moses for sure he was raised being prepared for this assignment. Az biztos, hogy Mózest úgy nevelték fel, hogy felkészült erre a küldetésre. And he was a human, so he was stuttering a little, and he has not that big self-image. Úgy, de ennek ellenére ő is emberből volt, és dadogott egy kicsit, és nem volt valami jó önképe, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ezt magyarul. But the Lord can use imperfect people, just like we us. De Isten tud használni tökéletlen embereket, pont úgy, mint mi. He became God's tool for delivering Israel from the Egypt. Úgyhogy végül is Isten kezébe ő egy eszköz volt, hogy megszabadítsa Izraelt. He sent Moses to the king. Ő Mózest a fáraóhoz küldte. Let my people go. Engedd szabadon a népemet. I don't know if he talked like this, but. Nem tudom, hogy így beszélte. And then we know about all the plagues and what God sends over Egypt, and at the same time he was preserving his people. És ugye utána olvasunk a csapásokról, ami érte Izraelt, és mindez idő alatt az ő népét, Izrael népét meg megvédelmezte. And finally the last plague. És végül az utolsó csapásnál, the evening before the final exodus, a kivonulás előtti éjszakán, God said to Moses, tell my people, Isten azt mondta Mózesnek, yeah, hogy mondd el az én népemnek, find a lamb, slaughter it, hogy vegyenek maguknak egy bárányt és vágják le, smear the blood on the doorpost, és a vérével kenjék meg az ajtófélfákat és a szemöldökfát, eat the lamb, egyék meg ezt a bárányt. Tonight as the death angel of death pass Egypt. Mert ma este a halálnak az angyala keresztül fog menni Egyiptomon. It will pass every door with blood on the posts. De el fog kerülni minden olyan ajtót, ami meg van kenve ezzel a vérrel. The lamb is our deliverer. És ez a bárány, ez a mi megszabadítónk. Jesus, his blood. Jézus és az ő vére. Cleansing us, saving us, healing us. Megtisztít bennünket, meggyógyít bennünket, megszabadít bennünket. Buying us free from sin and death. Szabaddá tesz, megvásárol a bűn és a haláltól. Hallelujah. Isten olyan jó. Israel left Egypt the following day. A következő napon Izrael elhagyta Egyiptomot. Even though the king changed his mind. Még akkor is, hogyha végül meggondolta a király magát. Who is going to bring out the garbage or whatever? I don't know. There was slaves. Ki fogja kivinni a szemetet, hogyha ezek eltűnnek? So he started. Ugye szolgák voltak. But the Lord was with them. De az Úr velük volt. As a cloud in the day and as a fire in the night. Nappal mint egy felhő, éjszaka pedig tűzoszlopként. He was the GPS. Ő volt a GPS. He was the protector because he was standing between the enemy and his people. Ő volt a védelmező, mert az ellenség és az ő népe között állt. But the travel was not over. They had one more shock to receive. De nem volt még vége az utazásnak. Volt még egy sokk, amit meg kellett kapjanak. They came to the Dead Sea and now there was no way back. Amikor a vörös tengerhez érkeztek, előttük a tenger volt. And the enemy. Hátuk mögött meg az ellenség. No escape but to call upon the Lord.
nem volt semmilyen más reménységük, csak hogy az Urat hívják segítségül. So they did. Úgyhogy ezt megtették. Someone was. Persze voltak, akik barogtak. But Moses, he was calling upon God. De Mózes az Urat hívta segítségül. And he spoke to him and said, reach your arm out. És azt mondta, nyújts ki a kezedet a tenger felé. And he did, and the sea was departing, és megtette, és a tenger ketté vált, ahogy tudjátok. And I think normally you get wet feet because when the water is down it. És tudjátok, hogy még amikor a víz ketté is válik, attól tudjátok, hogy ott lent marad egy kis sár, és azért csak nedves lesz a lábatok. But they even had dry feet, it says. De a Biblia azt mondja, hogy száraz lábbal mentek out. Took care of everything. It's amazing. Hogy Isten mindenről gondoskodott. Csodálatos. Finally out of slavery. Úgyhogy végül a szolgasság után the enemy tried to follow into this split water. Az ellenség követte őket, ahogy szétvált a víz a tengeren keresztül, követte őket az ellenség. But Moses, he lowered his arm, de amikor Mózes leengedte a karját, and the enemy was erased. Akkor eltörölt az ellenséget. That's actually the baptism of faith we can do. We go through the water. We die with Jesus and we resurrect with him when we go up again from the water. Ennek a hasonlatossága a keresztség, amikor alámerülünk a vízbe, és amikor följövünk, olyan mintha meghaltunk volna Jézussal és élünk, meghaltunk volna magunknak és élnénk Jézussal. And the enemy are forever disarmed. És az ellenség örökre le lett fegyverezve. And he have no longer any rights, legal rights over you. És nincs többé semmi joga, semmi legális joga fölötted. Forever he's washed away. Örökre el lett mosva. He has no rights over you. Nincsenek jogai he can feletted. Try, but he has no rights over you. Megpróbálkozhat, de nincsenek jogai. And legális now, jogai. And now they came to the desert, walking, had to walk through the desert. És hogy most keresztül kellett menjenek, sétáljanak a sivatagon. All these big people of 600,000 people. Mindez a sok ember, ez a 600,000 ember. And we say that it could be done for 40 days. És azt mondják, hogy 40 nap alatt meg tudták volna ezt az utat tenni. But it lasted 40 years. De 40 évig tartott nekik. Do we recognize some of this? És hogy ezt így felismerjük. Things coming back, just like we are walking in a circle. A dolgok újra visszatértek, olyan, mint amikor egy kört teszünk. Old things showing up again and again. Régi dolgok jelentek meg újra, meg újra. Things we need to deal with. Dolgok, amikkel foglalkoznunk kell. To be able to believe and to receive the promises of God. Annak érdekében, hogy el tudjuk hinni, és hogy meg tudjuk ragadni Istennek az ígéreteit. The Bible talks about renewing our mind. A Biblia beszél arról, hogy meg kell újítsuk a saját elménket. And I believe it can be done in 40 days. But for them it took 40 years to renew their mind. És azt hiszem, minds. Hogy ezt meg lehetett volna tenni 40 nap alatt, de nekik 40 évre volt szükség, we hogy megújtsák az elméket. Énekeltünk ugye Istennek a jóságáról. And it's overwhelming actually. Teljesen elborít. It can be hard to receive. Nehéz ezt befogadni. We are in many ways used to handle things our own way. Sokszor ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a dolgokat a saját módunkon kezeljük. Our own method. A saját módszereinket alkalmazzuk. We have to do to deserve and ki kell érdemeljük, ezt kell tegyük, meg azt kell tegyük, hogy ki érdemeljük. To be good enough and smart enough and beautiful enough. Elég jók legyünk, elég okosak legyünk, elég szépek legyünk. These people they have been living as slaves for 400 years. Ezek az emberek 400 évig szolgaként éltek. They grew up as slaves. Úgy nőttek fel, mint a szolgák. They were thinking as slaves. Úgy gondolkodtak, mint szolgák. A lot of thoughts need to be changed. Nagyon sok gondolatnak kellett megváltoznia. To be able to receive what God had prepared for them. Hogy el tudják fogadni azt, amit Isten elkészített a számukra. Already prepared actually. Amit előre elkészített valójában. For the ones who believe in him. Azok számára, akik hisznek benne. After 40 years Moses he sends 12 scouts into this promised land. 40 év után Mózes 12 kémet küld az ígéret földjére. Just as it is okay we go into this promises and search it out. Csak hogy megvizsgálja, hogy biztos, hogy rendben van ez, hogy bemegyünk erre az ígéret földjére, azért megnézik. Is it really that good? Tényleg annyira jó? You can check it. Meg tudjátok próbálni, meg tudjátok and nézni. Then try if it's real. És próbáljátok ki, hogy valóságos-e. Is it really that good? Igazán ennyire jó? Are there any resistance? Are there any challenges? Van-e esetleg valami ellenállás? Vannak-e kihívások? These 12 scouts they came back. Úgyhogy visszajött ez a 12 kém. And at first they agreed it is so good.
És az első részben egyetértettek. Igen, valóban ilyen jó. Can she put out this music little just this Josephine just low in a low. Yeah. Then the 10 scouts they said all of them agreed it was good. But now the 10 of them. És mindenki egyetértett abba, hogy igen, ez jó. They said we are not able. De a többi részében a 10 azt mondta, hogy de mi nem vagyunk képesek arra. There are so many challenges. Hogy ezt bevegyük, annyi sok a kihívás. Actually huge gigantic challenges. Igazából hatalmas, gigantikus kihívások vannak. It's impossible. It was in their mind. It's impossible. Az elmékben úgy volt, hogy ez lehetetlen. Two of them said. De másik kettő azt mondta. We can do it. Meg tudjuk csinálni. They saw the challenges. Ők is látták a kihívásokat. But they have faith in God's promises. De volt hitük Istennek az ígéreteiben. So come on. És azt mondták, hogy gyerünk. And who came into the land? És kiment be valójában erre az ígéret földjére. Kiment be Istennek az ígéreteibe. It actually says young people and people of faith. Azt mondja a Biblia, hogy fiatal emberek és a hit emberei. And I believe that right now that's why I want to share this word with you. És azt hiszem, és éppen ezért akartam megosztani ezt az ígét veletek. There's a time, there's a season. Hogy van egy idő, van egy időszak. There's an anointing for breaking old circles. Amikor van lehetőség arra, hogy régi köröket, régi ilyen berögzött dolgokat megtörjünk. I know the Bible talks about it all the time, but I think there's a special anointing for it right now. Tudom, hogy a Biblia beszél erről folyamatosan, de úgy érzem, hogy erre van egy ilyen különleges kenet most. Old habits, old patterns. Régi szokások, régi berögzött dolgok. Step out of this circle. Hogy ki tudjunk lépni ebből a körből. And step into what God promised. És be tudjunk lépni Istennek az ígéreteibe. It's provided. Let's go into it. Hogy ez elérhető a számunkra, Isten elérhetővé tette, vegyük birtokba. And not even that, I believe that you can take hold of it. És nem csak ez, hanem hiszem, hogy te meg tudod ragadni ezt. But I believe it's all for you to bring it. De azt hiszem, hogy ez can you repeat it? Please? You can bring it. You can receive it and I believe very much that you can take this word today and you can bring it. És azt hiszem, hogy ezt meg tudod ragadni ma, és el tudod vinni. You can bring this freedom. És el tudod vinni ezt a szabadságot. This yoke of old circles, you can bring this the breaking of it. És hogy ezek a régi igákat meg tudod törni. Joshua and Caleb, they believed God. Józsué és Caleb hittek Istenben. They broke this 40 years circle. És megtörték ezt a 40 éves körforgást a saját életükbe és azok életébe, akit bevezettek az ígéret földjére. They saw the new. Ők látták az újat. They saw the freedom. Ők látták a szabadságot. And they have faith and courage. És volt hitük, volt bátorságuk. To go for what already was theirs. Hogy belépjenek abba, ami már az övéké volt. We need to say goodbye to the old. Azt kell mondjuk a réginek, hogy viszlát. To get to the new. Hogy be tudjunk menni az újba. No matter the giants. Mindegy, hogy mekkorák az óriások. No matter there is a virus or whatever, you have no job or whatever. Mindegy, hogy vírus van és nincs munkahelyed, vagy bármi van. We need to take hold of what God promised us. Meg kell ragadjuk azt, amit Isten ígért nekünk. And break out of fear and break out of lack and whatever sickness. És ki kell, hogy törjünk a hiányból, a betegségből. Because God is with us. Mert Isten velünk van. And not only us, but he is with you. És nem csak hogy velünk he's van, hanem veled van. He's with you every day. Nagyon személyesen veled van minden nap. And now is the time for breaking these old circles. És most van itt az ide ennek, hogy megtörjük ezeket a régi köröket. In Jesus name. A Jézus nevében. So let's pray, take a prayer together. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk együtt. Jesus. Jézus. We thank you for that you have been speaking this word. Köszönjük, hogy te szólod ezeket a szavakat. And we take it and we break out. És mi megragadjuk és kitörünk. I believe the Holy Spirit will remind you right now about things you need to deal with. Hiszem, hogy a Szent Szellem megmutatja azokat a helyzeteket, amikkel foglalkoznod kell. We may not be able to take everything at once, but I believe the Holy Spirit will say to you, take this today. Lehet, hogy nem tudunk mindent egyszerre elővenni, hanem a Szent Szellem majd fog egyesével rámutatni dolgokra. Up in your mind right now, we take it and we bind it in Jesus name. Ami följön az elmédbe, azt megfogjuk és megkötözzük. And we send you forth in Jesus name. Köszönjük neked, Atyám, a Jézus nevében. Thank you for breaking yokes today, Father. Köszönjük, hogy megtöröd az igákat, Atyám. Thank you for bringing us into this promised land you have for us. Köszönjük, Uram, hogy beviszel ebbe az ígéret földjére, ami elérhető a számunkra. We want it, we go for it, we take it.
Mi szerettük volna, mi készek vagyunk rá, mi elfogadjuk. And we bless you, Lord. We are és so mi dicsérünk téged, és áldunk, Uram. You hálásak vagyunk, köszönjük Thank a szabadságot. You, we bless you. Köszönjük, we bless Uram, you. We bless megáldunk, megáldunk, Thank megáldunk. You, Jesus. Köszönjük, Jézus. Josephine. Josephine. You can sit down for just a little while. Még egy kicsit üljetek le. I want to share a testimony with you. Szeretnék megosztani egy bizonyságot veletek. And it definitely is about breaking out of old circles. És az biztos, hogy erről szól, hogy kitörni régi körökből. I was at a Bible school this year. Biblia iskolában voltam idén. And it was amazing. És csodálatos volt. It was the best year of my life. Életem legjobb éve volt. It was also the hardest year of my life. És a legnehezebb évem is volt. Sometimes you have to go through the desert, as we just heard. Néha van, hogy keresztül kell, hogy menjél ezen a sivatagon, ahogy hallottuk is. But you know when God is with you in that, you know that the prize is just above all of that. De tudod, hogy amikor Isten veled van, akkor az ár az messze meghaladja mindazt, ami történik. So it's always about just keeping your eyes on the prize that he has for you. Úgyhogy mindig arra van szükség, hogy a szemünket a célon, a jutalmon tartsuk. When I was 15, amikor 15 éves voltam, we visited Israel. Akkor meglátogattuk Izraelt. And I remember we were going on this bus trip. Emlékszem, hogy ezen a buszos utazáson voltunk. But I forgot something, so I had to run up to the room and get my stuff. De elfelejtettem valamit, úgyhogy vissza kellett szaladjak a szobámba, hogy megszerezzem. And when I ran up there, I didn't think about it, but I was just running up there and just going for my room. Amikor elindultam, nem is gondolkodtam semmi máson, egyenesen mentem fel a szobámba ezért a dologért. And three guys watched me run there. És három ember figyelte, ahogy én felszaladok. And they began chasing me. És elkezdtek üldözni. From the three different angles. Három különböző szögből. And I knew what they were thinking that was going to happen. Valahogy tudtam, hogy mi gondolkodnak, hogy mi fog majd történni. And I did not want that to happen, so I ran. És azt nem akartam, hogy megtörténjen, úgyhogy szaladtam. They ran too. Ők is szaladtak. And for some weird reason, és valami furcsa okból, they stopped when I ran out of a specific door. Amikor kirohantam egy ajtón, ők megálltak. They were three against one. Ők hárman voltak egy ellen. They could easily just run and grab me, you know? Könnyedén szaladhattak volna tovább és megragadnak engem. But they stopped. De megálltak. Anyway, fast forward a lot of years later. Úgyhogy sok évvel később. I would always walk around and look behind my back. Mindig úgy járkáltam, hogy mindig néztem hátra, hogy ki van mögöttem. Because I was afraid that someone would come chase me again. Mert attól féltem, hogy megint jön majd valaki, aki üldözni fog újra. So fear was put in my life that day because of the three guys. Úgyhogy azon a napon a félelem el lett ültetve bennem ez a három ember miatt. I am now in the Bible school. Most itt vagyok a Biblia iskolába. And one day my pastor says, please close your eyes. Egyik nap a pásztorom azt mondja, hogy kérlek csukjátok be a szemeteket. Because I believe that Jesus will redeem some of your memories today. Mert hiszem, hogy Jézus meg fog szabadítani az emlékeitek egy részétől. And I knew exactly what memory he wanted to redeem. És tudtam, hogy pontosan melyik emléktől szeretne megszabadítani. And I did not want to go back into that. De nem akartam visszamenni oda. I knew all the feelings, I knew all that it had brought with it, so I did not want to go back and feel that once again. Emlékszem azokra az érzésekre, meg amit ez hozott nekem, és nem akartam újra érezni ezeket. But Holy Spirit was like, Josephine. De Szent Szellem azt mondta, hogy Josephine. I'm like, no. Én úgy voltam, hogy nem. And he's like, oh, Josephine. Azt mondta, hogy Josephine. I'm like, okay, yeah, I know you're right, so okay, let's mondom, do it. Tudom, hogy igazad van, csináljuk. And we were all, like all of my classmates, we were all closing our eyes and going back to the memory with Jesus. Az egész osztályunk ott voltunk, és mindenki becsukta a szemét, és mindenki visszament erre az emlékre, azokra az emlékekre. So I sat there and I saw the whole situation for me again. It was like I was there again. Úgyhogy ott ültem, be volt csukva a szemem, és úgy előjött az egész szituáció, és olyan volt, mintha újra ott lettem volna. And when I come to the door that I ran out of, Jesus says, hey, stop there. És amikor odaértem, hogy kiszaladjak ezen az ajtón, akkor Jézus megállította, és azt mondta, hogy várj egy kicsit, állj meg itt. And he said, do you see who's standing right there? És azt mondta, hogy látod azt, hogy ki állott? It's me.
én vagyok ott. Yeah. Jesus was standing in the door. That's why they couldn't run after me. Jézus állt ott az ajtóba, ezért nem tudtak utána futni. And Holy Spirit told me I would never ever let them do any harm to you. És a Szent Szellem azt mondta, hogy soha nem engedem, hogy ártsanak neked. Do you know what that did in my life? Tudjátok, hogy mit tett ez az életembe? I could walk around and not look behind my back all the time. Most már tudok úgy mászkálni körbe, hogy nem kell hátra nézek mindig. Because my father is too good to let any harm happen to me. Atyám túl jó ahhoz, hogy engedje, hogy bárki ártson nekem. It wasn't completely gone just at once. It wasn't. The fear wasn't completely gone. A félelem nem tűnt el egy pillanat alatt teljesen. It took some time. It's a process. Kellett egy kis idő, egy procedúra volt ez. So I began trying to walk on some paths alone. Úgyhogy elkezdtem olyan utakon járni egyedül. And the first few times I knew that I would meet a friend halfway because then it wasn't that scary. I knew I would meet someone. És voltak idők, amikor tudtam, hogy hát úgy félúton azért ismerőssel fogok találkozni, úgyhogy nem volt annyira ijesztő a dolog. And most of the times I didn't feel any fear at all. És legtöbb alkalommal nem éreztem semmi félelmet. And if I felt just a little tiny thing creep on me. És hogyha egy nagyon pici valami kis félelmet éreztem, ami belém akart volna kapaszkodni. I would say, hey Jesus, I know you're protecting me. Can you let me feel that right now? Azt mondtam, hogy hey Jézus, tudom, hogy te védelmezel engem. Megtennéd, hogy hadd érezzem is ezt? And then he said, yeah, I have two big angels behind you. Can you feel them? Azt mondja, hogy két hatalmas angyal áll mögötted. Érzed őket? And then I could physically feel like someone was walking behind me, just shoulder to shoulder. Fizikailag éreztem, hogy valakik ott jönnek mögöttem, éreztem a vállukat. So I thought, okay, well, I can walk alone now. Úgyhogy azt mondtam, hogy okay, akkor most már tudok egyedül sétálni. So I walked on a path where I knew I would meet no one, and if I was yelling for help, no one would hear me. És aztán mentem olyan utakon is, ahol tudtam, hogy nem fogok találkozni senki ismerőssel, és hogyha segítségért kiáltanék, senki nem hallaná meg. I really wanted to challenge the fear. Igazából ezt a félelmet akartam kísérteni. Because I wanted full freedom, because that's what he has for me. Mert teljes szabadságot akartam, mert ez van, ezt akarja Isten a számomra. I walked on the path. Úgyhogy mentem ezen az úton. And believe it or not, I met three guys on the path. És találkoztam három sráccal ezen az úton. You know how the enemy always wants to try to come back and creep Tudjátok, in once hogy again, az ellenség, you know? Hogy akar újra visszajönni és újra vissza szivárogni. But when I saw the three guys, I was quickly reminded, oh, but you have two big ones on each side of you, you know? És utána emlékeztetett engem az Úr arra, hogy de két hatalmas angyal áll mind a két oldalamon. So I just walked by and said, hi. Úgyhogy keresztül mentem, mondtam nekik, hogy hello. Kept on going. És tovább mentem. And since then I have had no fear at all. És azóta nem éreztem ezt a félelmet. I could walk everywhere and not feel anything. Mehetek bárhova, és nem érzek semmit egyáltalán. And just like they had to walk around in the desert for a while before they really understood, hey, this is the way. És ami miatt így újra meg újra körbe kellett menjenek a sivatagba, mielőtt megértették volna, hogy erre van az előre. It was a process for me as well. A számomra is egy ilyen procedúra volt ez. So the freedom is available to you today. Úgyhogy a szabadság elérhető a számotokra ma. And when you go from here, és amikor innen mész, Jesus will be with you. Jézus veled lesz. He has also sent angels to protect you. Ő küldött angyalokat, hogy téged is védelmezzenek. And you can begin breaking out of the box and the prison that the enemy has put you in. És megpróbálhatsz kitörni abból a dobozból, abból a börtönből, ahova az ellenség beszorított téged. He can seem scary. He can try to wrestle with you. Lehet, hogy félelmetesnek fog tűnni, lehet, hogy harcolni fog majd veled így az ellenség, but megpróbál birkozni veled. De he's ő veszített. We have Jesus. He is the winner of everything. Velünk van Jézus, és ő mindeneknek a győztese. Yeah, and the enemy knows that. Az ellenség tudja ezt. So he's always just trying. He can never do anything. Úgyhogy mindig csak próbálkozik, nem tud tenni semmit, csak próbálkozik. So Jesus is here now. Úgyhogy Jézus itt van most. And he is here as the redeemer of your memories. És ő itt van, mint a te emlékeidnek a megváltója. He is here as the healer of your body. Ő itt van, mint a te testednek a gyógyítója. He is here as your provider. Ő itt van, mint aki a te ellátásodnak a forrása. He is here as whatever you need. Ő itt van, mint bármi, amire szükséged van. Because he is everything. Mert ő a minden. And he deserves everything. És ő érdemel meg mindent. Yeah.
want to share one more testimony with you. Még egy bizonyságot szeretnék megosztani veletek. When I went to the Bible school, amikor a Biblia iskolába mentem, I knew I did not have money enough to go there. Tudtam, hogy nincs meg az összes pénzem, amire szükségem lesz, hogy elmenjek oda. But I also knew that God called me there, so I had to go. De tudtam, hogy Isten hív engem, és mennem kell oda. And I expected to have 50,000 Danish crowns of debt when I got home. És az volt az, tehát hogy arra számítottam, hogy amire hazaérek, addig 50,000 dán korona adósságom lesz. It's a very long and a miraculous story in many ways. Ez egy nagyon hosszú és csodálatos történet sok módon. But when I got home, de amikor hazaértem, I had zero debt. Nem volt semmennyi tartozásom. At all. Egyáltalán. And in the beginning of the year, I prayed that God would give me a free rent. Just for one month. És amikor odaértem, akkor kértem Istent, hogy olyan jó lenne, hogyha legalább egy hónapig lenne ingyen albérletem. But you know, our God is a God of double portions. De a mi Istenünk, ő a kettős mértéknek az Istene. So I got two Úgyhogy months free két rent. Hónapom volt, ami ilyen ingyenes albérlet volt. Yeah, and besides that, one evening I was sitting in my bed just having time with Jesus. És emellett egyik este, amikor az ágyamon ültem és csak időt töltöttem Jézussal. And I heard Holy Spirit once again, Josephine. Hallottam, hogy a Szent Szellem megint mondja, Josephine. And he said, please, can you take a look in the back that you have on your shelf, because I have something for you in that. És mondja, hogy az egyik polcon van egy táskád, megtennéd, hogy belenézel, mert van benne valami a számodra. I needed money, and I knew that there was no money in that bag. Pénzre volt szükségem, és tudtam, hogy nincs pénz abba a táskába. I had checked the bag 2 days before. Két nappal azelőtt megnéztem a táskát. And I told Holy Spirit, I don't want to check it, because I know there are no money in that bag. Nem akarom megnézni, mert tudom, hogy nincs pénz abba a táskába. And he's like, oh, but can you check it for me then? És azt mondja, oh, de megtennéd, hogy megnézed? Nekem, légy szíves. I'm like, okay, yeah, I can mondta, do that. Hogy, okay, ezt megtehetem. So I opened the bag and kinyitottam a táskát. There are $90 in that. És $90 volt benne. He created money in my bag. Valahogy pénzt teremtett a táskámban. No humans had been in the room. No one could senki have put ember them there. Fia nem volt a szobámban, senki nem tehette oda. He just created money. Úgyhogy pénzt teremtett. So my question to you is, what do you need? A kérdésem az, hogy what mit want? Szeretnél? He wants to give you everything your heart desires. Ő szeretné megadni mindent, amit a te szíved, amire te szíved vágyik. Just because he's good. Azért, mert ő jó. Csak azért, mert hogy yeah. ő jó. So right now I want you to just close your eyes. Úgyhogy azt szeretném most, hogy csukjátok be a szemeteket. Because you're gonna meet King Jesus right now. Mert Jézusra van szükségünk most. He is in the room and he wants to come to you and meet you right where you are. Itt van a szobában, itt van ebben a helyiségben, és meg szeretne találkozni szeretne veled ott, ahol te vagy most. And you can just completely relax. És teljesen relaxálhatsz. You don't have to be anything like holy or special or specific. You can just be you. Nem kell semmi különlegeset tegyél, szent legyél, vagy tiszta, vagy csak legyél önmagad. He made you, so he loves you. Ő teremtett téged, és ő szeret téged. And I believe that he's coming to meet you. És hiszem, hogy ő jön és találkozik veled. Actually, I believe that he's standing right in front of you right now. Hiszem, hogy ott áll előtted most. So you can just welcome him. Úgyhogy üdvözöld őt. We welcome you, Jesus. Üdvözlünk téged, Jézus. Thank you for wanting to be with us. Köszönjük, hogy velünk akarsz lenni. Maybe you can see him, maybe you can't. Lehet, hogy látod őt, lehet, hogy nem látod. But I see him right in front of us right now. De én látom magunk előtt. And he's here to come closer to you. És ő itt van, hogy közel jöjjön hozzád. One time in the Bible school I was sitting in my bed and I felt terrible inside. Egyszer a Biblia iskolában, mikor még a Biblia iskolába jártam, akkor az ágyamon ültem és nagyon rosszul éreztem, szörnyen éreztem magam. And I felt Jesus come into the room and stand right in front of me just as he does right now. És éreztem, hogy Jézus besétált és megállt előttem pont úgy, ahogyan most láttam.
And then I saw him beginning to breathe on me. És azt láttam, hogy rám elkezdett rám lehelni. And I saw this wall of ice being melted down. És láttam, ahogy ez a jégfal ez elolvadt. And I said, "What are you doing?" És megkérdeztem, hogy mit csinálsz? And he's like, "I'm just breaking the walls between us because I want to get closer to you." És azt mondta, hogy szeretném letörni ezeket a falakat, ami közénk állt, mert szeretnék közel lenni hozzád. And I believe he wants to breathe upon you right now as well. És hiszem, hogy szeretne ma rád is rád lehelni. Because he wants to get closer to you. Mert közelebb akar kerülni hozzád. We welcome you, Jesus. Üdvözlünk Jézus. Jesus wants to take you somewhere. Azt hiszem, hogy Jézus el szeretne vinni téged valahova. So right now as he is giving out his hand for you to follow him, you can just go with him. Úgyhogy ahogy kinyújtja feléd a kezét, menjél vele. Yeah, I believe he's going to take you on a picnic actually. Hiszem, hogy ő el akar vinni téged egy piknikre. So you can go with him right now. Úgyhogy menjél vele most. Yeah, I see you going with him and just he has made it all perfectly fine on the grass. He's putting out the blanket and everything you need for a picnic. Hiszem, hogy ő mindent tökéletesen elkészített, leterítette a plédet, mindent, ami kell egy piknikhez. You have permission to sit down and just enjoy time with Jesus right there. És van engedélyed arra, hogy megvan engedve neked arra, hogy leüljél és élvezd ezt az időt Jézussal. And I believe he's going to whisper something in your ear right now. És hiszem, hogy ő valamit suttogni fog a füledbe most. So just take a moment and listen to his voice. Úgyhogy egy pillanatra próbáld meghallani az ő hangját. There's one more thing. Még csak egy dolog. He has a gift for you. Van egy ajándék a számodra. So you can just take out your hands. Úgyhogy nyújtsd ki a kezed. And receive the gift that he's putting in your hands right now. És fogadd el azt az ajándékot, amit a kezedbe tesz most. And then I want you to open the gift together with Jesus. És utána szeretném, hogy kinyisd ezt az ajándékot Jézussal együtt. It's a specific one that he made just for you. Ez egy különleges darab, amit csak neked készített. You can take a look at it. Nézd meg. Jesus by giving him a hug. Öleld meg őt bátran. Yeah, amen. Amen. Isn't he beautiful? Hát nem csodálatos? If you want to, we want to pray for you. Hogyha szeretnétek, imádkozni fogunk értetek. So we will make time for that in just a second. Yeah. But I just want to let you know that the Jesus that you just met right now. De szeretném azt mondani, hogy Jézus, akivel találkoztál most. He is going home with you. Ő hazamegy veled. So tonight or whenever you get home. Úgyhogy ma vagy bármikor, amikor mész haza.
You can just say once again, "Hey Jesus, can you come back?" Mondhatod neki, hogy hey Jézus, visszajössz. I want to go on a picnic with you again. Szeretnék újra a piknikre menni veled. And then next time you can ask him, "Hey, where do you want to go today?" Hova szeretnél ma menni? Yeah, he wants to meet you like this every day. Minden nap szeretne így találkozni veled. He is that close all the time. Ő ilyen közel van mindig. We just close our eyes and say, "Hey." Csak becsukjuk a szemünket és azt mondjuk, hogy hey. Think about it. He's the Savior and he wants to be with you like Gondolj a friend. Gondolj bele, hogy ő a megváltó, de ő veled akar lenni, mint a barátod. Yeah. Amen. Amen. And maybe if you've just heard this story and you are new here or haven't really experienced Jesus before. És hogyha valaki esetleg először van itt, vagy most hallott ezt a történetet, de még nem tapasztalta meg Jézust korábban. It may seem a little crazy. Kicsit őrültnek tűnik ez a dolog. But I tell you, life with him is all worth it. De elmondom nektek, hogy az élet vele az mindennél többet ér. And one thing is that you will end up in heaven when you're done here. És az egyik dolog, hogy a mennybe fogjuk folytatni, amikor itt végeztünk. Which is amazing. Ami csodálatos. But you can also get a taste of heaven right here while you're here. De egy kis kóstolót kaphatsz a mennyből már most itt, ameddig itt vagy. And when you're going through stuff here on the earth. És amikor keresztül mész dolgokon itt a földön. You will always have a friend walking with you. Mindig lesz egy barát veled, aki veled fog sétálni. He's called Jesus. És őt úgy hívják, hogy Jézus. Yeah. Igen. So right now, if you haven't received Jesus before. Hogyha még soha nem fogadtad be esetleg Jézust a szívedbe. I want you to pray a prayer with me. Szeretném, hogy imádkozzál el velem egy imát. Because the word says that if you call out his name, you will get saved. Mert az ige azt mondja, hogy ha segítségül hívod az ő nevét, akkor megtartatol. When you get saved, he moves in right here in your heart. Amikor üdvözülsz, akkor ő beköltözik ide a szívedbe. Which means you have your best friend with you all the time. Ami azt jelenti, hogy a legjobb barátod veled lesz mindig. You can just knock. Hey Jesus. Kopogtathatsz. Hey Jézus. Can we talk? I need to talk. Tudunk beszélgetni, szükségem van valakire, hogy beszéljünk. Or whatever you need. Vagy bármi, amire szükséged van. Yeah, so if we can all just close our eyes right Hogyha now. Mindenki újra becsukná a szemét. And if you have prayed this prayer to receive Jesus before, please pray with us. És még akkor is, hogyha esetleg elmondtad ezt az imát korábban, hogy befogadod Jézust, akkor is imádkozz velünk. Yeah, it can make it easier for people who haven't done it before to actually Lehet, do it. Könnyebb lesz azoknak, akik még ezt nem tették meg sosem. And we are one big family, so we do this together. Mi egy nagy család vagyunk, és ezt együtt fogjuk megtenni most. Yeah. So let's just pray this prayer right now. Úgyhogy imádkozzuk ezt az imát most. Jesus. Jézus. I receive you. Befogadlak téged. As my Lord and Savior. Mint az én uramat és megváltómat. I invite you. Meghívlak. To invade my life. Hogy vedd át az életemet. And I receive everything you've paid for. És elfogadok mindent, amiért te fizettél. I give you my whole life. Odaadom neked az egész életemet. And I will follow you for the rest of my days. És követni foglak téged a hátra lévő napjaimban. In the name of Jesus. A Jézus nevében. Amen. 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 Congratulations if this was your first time. Gratulálunk, hogyha ez volt az első alkalom, amikor ezt megtetted. We are now brothers and sisters. Most már testvérek vagyunk. And we can party here and have fun. És jól érezhetjük magunkat, és örvendezhetünk. And someday we will party in heaven. És majd eljön az idő, amikor a mennybe fogunk együtt örvendezni, yes. Partizni. Yeah. Amen. Amen. Köszönjük szépen. Halleluja. Van valaki, aki szeretne imádságot? Aki szeretne, hogy imádkozzanak? Igen? Jászladány? Igen?